Sziasztok! Ebben a videóban átfutjuk a geometriai transformációkat, a tengelyes tükrözést, a középpontos tükrözést, az elforgatást és a hasonlóságot. Az első példában el kell dönteni, hogy melyik geometriai transformáció viszi át önmagába a szabályos háromszöget az alábbiak közül. Vegyük szépen sorra a transformációkat. Az első egy 60 fokos elforgatás a szabályos háromszög középpontja körül. Ez nem viszi át önmagába a szabályos háromszöget. Elforgatás után az ábrán látható eredményt kapod. Ezt végig lehet gondolni. A második transformáció a 120 fokos elforgatás a szabályos háromszög középpontja körül. Ez már tényleg önmagába viszi a háromszöget. Ez azért van így, mert a csúcsokból a középpontba húzott egyenesek 120 fokos szöget zárnak be egymással. Ezt az elforgatást szépen végig lehet gondolni, sőt, akár a nyomtatott feladatlap esetén a lapot el is forgathatod, és láthatod, hogy ugyanaz -e az eredmény, mint a kiindulás. A következő transformáció a középpontos tükrözés a középpontra. Ez sem viszi önmagába a háromszöget. A középpontos tükrözés végeredménye ugyanaz, mint a 60 fokos forgatásé. Középpontos tükrözés esetén fogunk minden pontot, összekötjük a középponttal, és a ponttól a középpontig tartó szakasz hosszát felmérjük a középpont túloldalára. A három csúcsot így szépen ki lehet jelölni, mindegyik a középpont átellenes oldalára kerül. A csúcsok transformátjai rajta vannak a szemközti oldalak felező merőlegesén, nem pedig csúcsba esnek. A negyedik transformáció egy tengelyes tükrözés a középponton és az egyik csúcson átmenő tengelyre. Ez önmagába viszi át a szabályos háromszöget. A középpont a csúcsokat és a szemközti oldalfelező pontokat összekötő súlyvonalak meccéspontja. Tehát egy ilyen tengelynek például a függőleges szimmetria tengely feláll meg. A tengelyes tükrözés esetében minden pontból a tengelyre állítunk merőlegest, és a pont tengelytől vett távolságát a tengely másik oldalára felmérjük. Ezeket az alaptranszformációkat érdemes ismerni. A második példában azt kell meghatározni, hogy hányszorosára nő egy kocka térfogata, ha minden élét háromszorosára növeljük. Egy kocka térfogata egyenlő a köbbel, ha a a kockának az élhossza. Ezt az élt kell háromszorosára növelni, tehát o helyett három o lesz az élhossz. Így a térfogat egyenlő három a köbével, azaz 27-szer a tehát 27-szeresére nő a térfogat. Ilyen hasonlósági transformációk esetén a geometria elem jellege nem változik, csak a méretei, tehát a képleteket elég átskálázni, ahogy itt is láthattad. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz. Link a leírásban. Köszönöm a figyelmedet!